Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gaming Cards Zoom, és a mai videóban a Ferencváros karrier eljött a következő részéhez, itt az ideje a folytatásnak, viszont egészen érdekes mérkőzéssel haladunk tovább, mindig érdekes meccsekkel megyünk tovább, de ez most azért lesz izgalmas, mert egy kis csapattal, a Luton Town-nal fogunk találkozni, akik amúgy a valóságban is feljutottak a Premier League-be. Talán saját magunkat már nem emlegethetjük kis csapatként, hiszen azért, na... Tehát a keretünket igyekeztem fejleszteni folyamatosan, itt van nálunk Gavi, elképesztő tehetség, ott van Vega, Telles, Denier, Szalajat, úgyhogy tök jól alakul a csapat, de természetesen a fiatalokra is odafigyelünk. És az előző részben itt a Fiatal Akadémiára igazoltam egy játékos, mert hogy a potenciál 92-es volt. Leigazoltam, idejött, ide utaztattuk, és utána lement 80-ra. Nem értem. Nem nagyon értem, nem telt el semmiféle idő, tehát pár napon belül lezajlódott az egész, és visszaugrott a potenciája. Viszont jött Varga Ákos, aki egy ilyen szélső támadó, és kifejezetten jó, maradt 94-en a várható potenciájának a maximuma, de a legrosszabb is 76, úgyhogy annak lehet azért örülni, ez nem tűnik rossznak. Beállítottam a fejlődést, 15 éves, úgyhogy még pallérozódhat. Bár már borostály van, motoros körszakálla van 15 évesen. Én 26 évesen nem tudok ilyen szakállat növeszteni, mint ami neki 15 évesen van. Mert ha meghagyom az összes szört az arcomon, lesz itt, meg itt alul, azt meg is szoktam hagyni, és ennyien véget ér a szakálnövesztésem. Haladjunk tovább, én ilyen Fernando Torres kölyök arcú vagyok, nem teljesen, de a szakálnövesztés ez nem az én pályám. Oké, nézzük a csapatot. Én egy kisebb csapat ellen gondolnám azt, hogy akár Ceballos kaphat egy pici szerepet, Gavi helyett hiszen ugyanúgy szeretném játszani, illetve Szemimáj mostanában tök jó formában van, úgyhogy őt is szívesen megnézném, akár egy komplett, akár nézhetjük Nostert is. Szóval egy komplett védelem cserében is elgondolkozok, és akkor az alapján majd látjuk, hogy amúgy a B védelmünk, a B csapatos védelmünk az mennyire jó. Komplett B csapattal azért nem szeretnék felállni, mert azt azért csak nem. Viszont vannak olyan fiatalok, akiket szívesen játszatnék. Jó van, szerintem jók vagyunk így. Meglátjuk majd, mire jutunk. Pihenjenek is a srácok, akiknek pihenni kell. De természetesen majd fogunk játszatni olyanokat is, akik kezdő csapatosak, vagy fő csapatosak. Oké, hazai mérkőzés, tehát a Grupa Marénában számíthatunk a Green Masters szurkoló táborra, meg az egyes alakulatokra, a Green Kids-re. Úgyhogy mindenki itt lesz. Hát fullon vagyunk. Szerintem még ott ül Kubatov is a VIP-ba, mert ez egy nagyon fontos mérkőzés, úgyhogy nyomjuk, nézzük meg akkor. A Luton ellen játszunk, majd pontszámra nagyon kíváncsiak. Szerintem nem sok 80-as emberük van. Úgyhogy szerintem az első ilyen játék megszakításnál én is meg is nézem. Csak nehogy egy gól legyen, az a játék megszakítás. Azt a mindenit. Vagy az is annak számít, de azért az erős lett volna. Adamu. Szép cselek. Kíváncsiak, Adamu marad-e a Salzburgba a valóságban, vagy lecsap rá valami nagyobb csapat. Fradi már igazolgatott tök jó magyarokat, ami meglepő, de Csercsaszov ezt erőlteti egyébként ő is, hogy legyenek már magyar játékosok egy magyar csapatba. Na nézzük. Oké, les volt, játék megszakítás, nézzük akkor az ellenfél csapatát. Tehát nálunk nagy rész 80-asok vannak. Van egy-két 70-es, de a nagy rész 80-as vagy 80 pluszos. A Lutonnál 71-es, Kornik Woodrow 70, Sturaro 71, 72, 70, 69-es kapus, és a padon van Adebayo, az egyik legjobbjuk, 75-össel. Tyú, és a padjuk is nagyon gyenge. Tehát konkrétan a mi ifjoncaink simán beférnének a kezdő csapatba. Azt a mindenit. Ez a Luton, ez igen, ezen látszik, hogy ez Championship-ből feljutott csapat. Tele van 80 közelébe, egyik játékosuk sincsen. Én nem azt mondom, hogy itt gálázni kell, és le kell őket mosni a pályáról, és tényleg, tehát azért nem. Mert biztos, hogy nem érdemtelenül jutottak fel a Premier League-be, de hogy nagyon nem sikerült megerősíteni a keretet, az is biztos. Úgyhogy ez majd az eredeti, a rendes, valóságos Lutonra is majd mint egy ilyen kihívás vár, hogy megerősítsék a csapatokat, és a Premier League-ben egy pofozó gépek legyenek.
mármint akiknek a pofont adják, hanem hogy ténylegesen jó eredményeket érjenek el, és ott a gól, hát ez egy 69-es kapus, úgyhogy még Marquinhos ott focizgat egy picit, majd kimegy a szurkolókhoz, és felül a reklámtáblára, nem, hogy összetörjön alatt, de nem egy nagy fickó, nem a City Ultra. Sima rövid, és rövidre kapusnak a posztja a rövid, mindig szokták mondani, hogy a rövidet védenie kellene. Nem sikerült neki, egyáltalán nem. Ne nézzük Vega. Marquinhos szép passz. Adamu. Adamu nagyon jó. Adamu azt már lőni is lehet. Szép lövés. Szép védéssel aztán. Azért a kapust is dicsérjük meg. 69-es pontszámmal ez a védés, ez kifejezetten jónak mondható. Itt aztán fejlődhet egyébként a Premier League-ben. Fog még kapni más csapatoktól is hasonló lövéseket. Az a lényeg, hogy mennyit tud majd kivédeni. Kapott gól nélkül lenne fontos lehozni a meccset, de mire kimondom, már egy komoly helyzet. Luninon is múlni fog, tehát a kapusunk is múlni fog, mert mindig adunk neki feladatot, de azért jó lenne, hogyha a védelem is összeszedné magát, és lehoznánk legalább egy Luton elleni találkozót kapott gól nélkül, hogyha már egy, tudom, egy City elleni mondjuk nem megy, vagy egy Arsenal ellen se sikerült kapott gól nélkül egyébként. Korni. Aha, szépen kicsi lesz. Uha, nem sok lehetőségünk van most itt. Jó, Mai közbe lépett. Kemény, azért be tud szorítani a kapunkhoz ez a Luton, hiába egy gyengébb csapat pontszámra, az nem jelent sokszor túl sok mindent, mert a forma mutató meg ilyenek azok mégis csak már taktika, azok is nem fontosak, még egy gépnél is, aki elvileg ugye világklasszison konstans ugyanolyan szintet kellene hozni, azért eltérő fel, a beállításokban van ilyen player based difficulty, ahol is a játékos az adott pontszámának megfelelően lesz egyre nehezebb őt leszerelni, vagy stb. Ezek nálam be vannak kapcsolva. Woodrow, jó knuszter, tökéletes ütemű szerelése, az nagyon szép volt. Adamu, vissza, nagyon helyes. Ott van Afif, lesen, ládásul lefem, lesen van Afif, kár. Szerintem ez jó lett volna, hogyha Afif normálisan helyezkedik, az meg elpattan, jó, hibátlan Adamu kavargat, van is kinek adni, az a jó az egészben, van is kinek adni bizony, Vega, ő beadhatja ezt Palacios fejjel, és kiollózzák Palacios fejéről a labdát, ügyes, ügyes, Field, majd egy Woodrow, szépen passzolgatnak igazából, teljes mértékben kijátszottak, bajos volt. Ez pedig Mai blokkolása, viszont visszakerül az ellenfélhez, de nem tudnak élni a lehetőséggel. Sokszor kellett emelnem a hangomat, mert kemény pillanatok voltak a kapunk előtt, és ráadásul Lunin kirúgása egészen rosszul sikerül. Ez további szomorúság. Lunin annyira nem penge az ilyenekbe. Sturaro. Kerkezzünk ki a szélre, megint Lunin, a védőkkel egyáltalán nem tudjuk leszerelni őket időbe. Egy lassabb támadás építésben bízok, de azonnal elvesztjük a labdát. Knuster fut ki az emberrel, ne szabálytalankodjunk, 11-es senkinek se hiányzik, Knuster megszerzi, jól van. Ő is azért 71-es, tehát elég durván beleillik ebbe a Lutonba akár, de muszáj, szeretnék többieknek is lehetőséget adni, nem azt akarom, hogy csak van egy csapat, akik folyton játszanak, hanem egy rotálódjunk. Frissüljenek ezek az emberek. Lunin. Ahogy mondtam, nem az egész csapatot cseréltem ki, illetve a cserepadon ott vannak még jók, hogyha szükség lenne rájuk. Csatárdunk az eredeti, az OG csatárdó a legerősebb megoldásban, de egyenlőre nem remekel, ahogy én azt szeretném. Knoster, amúgy Knoster zseni, nagyon jól játszik, olyan fontos szerelései vannak, hogy öröm nézni. Gallardo meg hát a mexikói válogatottnak a bitangerős tagja, folyamatosan behívják, még akkor is, ha padoztatom, ez Vegával eléggé ellentétes.
hiszen Vegát nem nagyon hívogatják be, ami furcsa. És mexikói egyébként. És most pont ő fut, 85-ös tempójával, vagy egy overall pontszámával tempója még durvább, ez ezt meg kell oldani. Marquinhos! Lehet ott már Vegával is előhettük volna, akarta Marquinhos-szal még egyet lövetni, hát nem jött össze. Majd utána a passz sem. Ez az első fél idő eléggé békésen csorog le, az elején gyorsan megszereztük a vezetést. Majd utána beült a találkozó egy kicsit. Voltak nagy lövések, de inkább Luton részről egyébként, nem is a mi részünkről. Úgyhogy főleg Fradi szurkolóként lehet ezen picit ilyen unalmasabb. Luton szurkolóként egész jók voltak amúgy, de marad az 1-0 nekünk természetesen. Jó. Nagy csere, hát figyeltek itt elől. Megnézném, hogy Adamu kerül előre. Gondolkodok, Ray jöjjön be. Afif helyett, mert Afif én gyengének éreztem, te lesz pedig oda a szélre, Kerkez helyére. És akkor így most tényleg frissítettünk, meg variáltunk is elég rendesen. Gallardo. Hát. Katasztrofálisan rossz megoldások. Egymás után. Warnick. Na most mit csinálsz? Hűha. Trükkösek, trükkösek, hoppáré. Meg vagyunk, meg vagyunk. Lunin. Én attól félek, addig bénázunk, amíg be fognak lőni egy gólt már, mint a Lutonosok, és akkor viszont futhatunk az eredmény után. Jó lenne ezt az 1-0-át, ezt valami jobb eredményre felvinni, akár egy 2-0 már, és szerintem sokkal jobbnak számítana. Adamu indításába belelépnek, de begyűjti Gallardo. Ceballos. Hát is visszapasznál is, nem jó. Egyszerűen nem találom az üres helyeket, most enyhén bénaság, amit művelek. Knuster az mindig jó helyen van, ez tök nagy meglepetés számomra Knuster szereplése, hogy ez ennyire jó. Ez extrém mód. Király, hogy számíthatok egy ilyen gyengék pontszámú védőre is ilyen jó teljesítménnyel. És ott, ez annyira megérdemelt. Ezt annyira megérdemeltük, srácok, hogy annyira béna voltam most, és nem játszottam jól. Hogy ez járt. Igen. Ügyesek voltak, mert Lunin kijön, nem tudom mit csinál Lunin. És nem rálövik még egyszer, hanem bepasszolták középre. Hát igen. És akkor most megint az van, hogy rohantunk az eredmény után, mert nagyon nem kéne kikapni. Ugye. Woodrow. És most meg alul futunk itt, próbálkozunk valamit összehozni. Woodrow. Field. Lehet, hogy itt majd valami támadó felállásra át fogunk menni, vagy tényleg próbálok most már valami lövést összehozni, mert nem is nagyon van lövésünk, az a baj összességében. Az jó, ott a helyzet, és Ray, a fiatal Ray lőheti be. Nem lövi be, még nagyon fontos lett volna. Woodrow lejön, gondolom nem lesz könnyebb a helyzetünk, ha Adebayo jön be. Az még mindig a miénk. Ray lövése! Egészen veszélyes, Messinek kellett kiszednie azt. Vega íveli be. Az a fejes, az nem jó sajnos. Vega visszateszi. Te lesz. Egy védő is rátüzel. Ré. Teljesen vissza. Hátra az utolsó védőhöz. Gallardo. Palacios. Az jó. Vega volt üresen. Vega az nagyon... Ez nagyon komoly volt. Jó, oké. Furcsa mód, örülök, de ez nagyon jó volt, ez nagyon tetszett. Erre egy hirtelen nehéz volt mit mondani. Ez a passzjáték az ott. Gyönyörű Vega elfutása, zseni. Ilyen egy 85-ös játékos, tehát ezt így meg kell oldani. Hogy ne rántsák le, ne veszítse el a labdát és belője. Jó. Szuper. Ray. Nats, Campbell. Szerencsétlenség. Tehát a védelmet kéne megerősíteni, most már azon vagyok. Nem is a góllövéseket koncentrálom, a védelmet kéne valahogy rendbehozni. Bell. K.
kiviszi. Jó, idióta. Oké, figyeljetek, szerintem a védelmet fogjuk megerősíteni egy defenzív felállással. És azt mondom, hogy Adamu maradhat elől végül is. Lajduni bejön. Ré megy ki a szélre. Igen, Ceballos, Gallardo, ez így jó. És Palacios szerintem így marad ő elől, és akkor már tudom úgy ott játszani elől, tehát nem baj. És akkor ezt itt hoznám be, Sammy Mae helyett pedig Denayert, nem szeretnék több gólt kapni. Úgyhogy így nézzünk ki, Gárdó, ert pedig nincsen Csivics, mert már túl sokat cseréltem, úgyhogy jó lesz ez így, ez most egy ilyen frissebb keretet eredményez, át is lövöm védekezőbe a csapatot, és akkor így lesz Pepec. Szerintem. Főleg, hogy ott van Denayer, ő az egy 81-es, tehát tudnia kellene ezt a szintet levédekezni, amit ezek a 70-es játékosok hoznak. Legalábbis egy az egybe. Eszíti meg, bízunk benne, hogy nem fog senkit se felrúgni, mert néha egészen veszélyes dolgokat szokott művelni. Most is a lába között megy át a labda, gyönyörű. Nem érjük utokint, nincs kint. Azt hittem, de nincs. Ray. Na, Ray egy jó megfutás, mert nagyon gyors egyébként Ray. Saját nevelésű játékos, hozzáteszem. Úgyhogy ő lehet a nagy Ferencváros nevelés. Kicsit odarúgnak neki, de még megtartja azt a labdát, és most akkor így jöhet egy jó bedobás. A jó bedobás az kellemetlenül rossz lett. Viszont az ellenfél alig tudta kirúgni a labdát, belerúgták Vegába tulajdonképpen, nem is tudták rendesen kihozni, még most se. És az meg már lehet, hogy így a miénk, na most ez egy szép letámadás volt, nem hagytuk élni az ellenfelet. Nuster még mindig jó, az ő pontszámát meccs végén meg szeretném nézni majd, hogy milyen osztályzatot kapott. Elesünk. Jó. Hűha bizony. Itt majdnem volt egy kis probléma. Viszont ott lehet futni. Hát, ha elvesztik a labdát, meg tudjuk őket zavarni. Egy esetleges letámadással. Egyelőre nem. 78. perc, még az a baj, hogy azért van idő itt. Még egy gólra. Nagyon kell figyelni Bell. Essity sima kifejelés. Lajduni kapja fel azt a labdát a levegőben. Jó cselt húz meg. És azzal mehet Gallardo akkor. Ő védő, de tudja az ilyesmit is. Lőtt már gólt ebbe a bajnokságba. Hiába csere, most ez nem gól, de egy szép lövés. Kár, hogy nem szöglet. Ezt az egyet sajnálom. Sturaro. Az nagyon jó Essity részéről. Burk. Az is hibátlan. Adamu mehet azzal a helyzettel, a lövés nem jön össze. Na de még egyszer. Azaz. Palacios. És ott a nagy lövés, de Messi fogja, nem is akárhogy. Viszont a védelmű kezd széthullani. Lövés gyenge Vega részéről, azért itt nagyon-nagyon gyenge lövésen, és sokkal-sokkal jobbat vártam volna. Próbáljunk egy picit lehígadni. Ré, azaz Vega. Gallardo, megint csak. Az is jó, Palacios, pont lőttem volna. Másodperceken, ezredeken múlott, hogy nem nyomtam meg a lövésgombot időbe. És akkor most innentől nagyon nehéz lesz felhozni a normálisan a labdát a Lutonnak, hiszen öt védős rendszerrel, sok támadóval, egy jó felállással operálunk. Ez a felállás így védekezőben mindig működni szokott. És reméljük, hogy most se hagy cserben. Denayer, azaz. És a Luton azt hiszem, hogy elfáradt, tehát a championship-es szint az ennyit bírt. Adamu a végén. Adamu egy ilyen féksáttal megnyeri a mérkőzés teljes egészében, hiszen ez már 3-1. Adamu ott van. Ez hihetetlen szép elfutás volt. Ő bírta szuflával, mert mérkőzés elejé óta játszik, akár el is fáradhatott volna, de nem tette meg ezt a kegyelmet a Lutonnak, ez tökéletes volt így. Viszi, és egy féksátot benyom, egy 69-es kapus életében nem is látott ilyet, max YouTube videóban. Gyönyörű. Jól van, és ezzel le is megy a mérkőzés, maradék 0,1 másodperce. Úgyhogy megnyertük a Luton ellen,
Nem volt annyira necces, mert amint éreztük, hogy baj van, váltottunk a taktikán meg a hozzáálláson, és sikerült begyűjteni ezt a 3 pontot, illetve a győzelmet. Szuper jó. Több lövésünk volt labdabirtoklásban, azért gyengék voltunk még mindig, illetve a lövések nagy részét szerintem a második fél időben szereztük. De menjünk tovább, a lényeg a 3 pont, úgyhogy ez volt itt mostan nagyon fontos. Oké. Na, egy kis interjú. Mindig kell. Nem volt egyszerű mérkőzés, a Luton azért elég jó, de ha így folytatják, azért esélyük van egy kiesésre. Majd meglátjuk. Védekezésünk nem volt rossz, hiszen csak egy gólt kaptunk, illetve Lunin is jól védett. Jó, Liverpool ellen fogunk játszani, hoppáré! Az nem kis mérkőzés, Ferencváros, Liverpool az Anfielden. Azt a mindenit. Jó, figyelj, oké. Hát ez... az akár kellemetlen is lehet, és újabb embereket hívnak be majd nemzetközi meccsre. Erről van egy kis info, most Vegát is behívták. Adhatunk interjút megint csak. Ez mindig jó a csapatmorálnak. Nézzük, Európa Ligás pozíció, ami nekünk nagyon fontos, hogy erről kérdeznek. Legalább egy Európa Liga, megpróbáljuk megtenni, amit tudunk, a legjobbat fogjuk hozni. Egy döntetlen is már Liverpool ellen óriási lenne szerintem. Bár egyébként győztük le őket tavaly szezoninduláskor. Úgyhogy nem lehetetlen most a győzelem. Jó. Megnézzük akkor, hogy mire megyünk. Interjút letudtuk, ami kötelező volt, legalábbis a csapatmorál szempontjában nagyon fontos. 3. helyen vagyunk a bajnokságban. Most azért játszottunk kisebb csapatok ellen, és 9 pontot gyűjtöttünk a legutóbbi 3 meccsünkön, azaz 100%-os volt a teljesítményünk, de itt azért ez most jóval nehezebb lesz azért, tehát mondom, Liverpool ellen játszunk. Bár a Liverpool kikapott, most nézem, a Citytől 7. helyen vannak, úgyhogy van esélyünk meglepni őket. Remélem, hogy ez így is lesz. Úgyhogy a bajnoksága szépen alakulgat, a Manchester United jön fel, amennyire tud. A Fulham az, aki most nagyon-nagyon nem érzi a dolgokat, ők 1 ponttal, egyetlen egy döntetlennel nagyon-nagyon rosszul állnak. Jó van, srácok, nyomjuk, nézzük meg, próbáljuk meg a Liverpool ellen a maximum teljesítményünket hozni, Klopp csapata azért az komoly. Ott van Diaz, Nunez, Salah, Ferrati, mint újjelben Chain, Madison, Dano, Van Dijk, Arroyo, Mazraoui, azért vannak új emberek, úgyhogy át fogjuk nézni meccs előtt úgy szintén a Liverpoolt. Jó, nálunk pedig Vega, Marquinhos, Adamu, Afif, Kerkez, Szalai, Denár, Telsz, Paresz, Kavés, Lunin. És most szeretném meglepni a Liverpoolt, hogy ne tudjon egyből felismerni minket a támadó felállásunkkal. Ez nem az ultra, tehát a picit támadó felállásunkkal fogunk kimenni. És ezzel meglepetést okozva akár saját magunknak is, hogy ritkán használom ezt a felállást, de azért korábban a Championship-ben, amikor másodosztályban voltunk, akkor évekig így játszottunk, úgyhogy nem kellene, hogy ez óriási meglepetést okozzon. Adamu helyett kell majd egy középpályást behoznunk, szerintem az lesz egy Ceballos, mert ő egész jó, de Lajdun is tetszik. Lajduni 79-es, azt figyeljetek, srácok, Lajduni, az az ős Ferencvárosból van itt, és 79-es. Jó, Adamu helyett akkor hozzunk be egy Lajdunit. Szuper, és a többiek teljesen rendben vannak. Nem néztem meg Kuster pontszámát a meccs után, érdekelt volna. Fú, jók a védőink amúgy, nagyon-nagyon tetszenek. Knosterbe is hozom most. Jó, figyeljetek, szerintem mehet, azt a Lightning-t, ezt ne nézzétek, tudjátok jól, automatikusan taktikát fogunk váltani, tehát ő nem fog mínusz 11-es pontszámot kapni, de ezt mindjárt meg is csináljuk. Az Anfield, nagy szurkolás, Liverpool, ultra, az mindig durva, ez meg rímelt is, ez a jó. Á, azt hallassátok. Zseni. Ezeket a Premier League-be, ezeket a szurkolásokat a nagy csapatoknál, hogy megcsinálják, ezen még mindig le vagyok döbbenve. Bár egyébként az összes nagy ligában, a spanyoloknál is több komoly szurkolásokat raknak bele. Én válogatottaknál hiányom, ott azért lehetne valami. Mert hogy a magyar meccsen egy magyar szurkolás nem hallasz, az biztos. De itt megdalolásznak a Liverpoolosok. Úgyhogy egy kemény mérkőzés.
és a taktikai formációt alapból már támadóra állítjuk. Szeretném meglepni ezt a Liverpoolt, aki most kicsit botladozik, nem vészesen, de a hetedik hely ez nem az a hely, amit szeretnének elérni, ezt tuti. Ez a szép passz, Vega. Az akciónk az elhalt. Egészen gyorsan. Mazraoui, Salah. Salah biztos megvan 90-es szerintem, sőt lehet azóta fejlődött is. Az pedig egy remek indítás, Marquinhos, egyből egy helyzet. Ellison, öngól, nem! Mi volt ez? FIFA. Hát ez hihetetlen. Ez mi volt? Mutassák már, nem mutatják vissza az akciót, majdnem egy öngól. Cserchesov feje érdekesebb volt a rendező szerint. Lajduni a 79-re felfejlődött, már majdnem 80-as Lajduni, még milyen gyenge pontszámmal rendelkezett, amikor indult a FIFA karrier. Azóta az ő fejlődése az, hát tényleg elképesztően jó. Luni gyűjti be, nagyon jó. Ő is hamar elérte a 80-at, tehát most már így tényleg nem ciki, hogy a kapusunk is 70-es, mert nem. Remélem Van der Voort is hamarosan egy jobb pontszámot ér majd el, ahogy játszhatjuk. Most ez egy nagyon fontos mérkőzés, Vega. A beadás tökéletes, a fejes Marquinhos részéről nem egy nagy darab ember, viszont üresen volt. Úgyhogy simán megpróbáltott fejelni. Meg hát a Gavi is úgy szokott fejelni, hogy a földön fekszik. Úgyhogy úgy is lehet igazából. Ismét Gavi. Nagyon jó. Egy ollózás. Már láttam a gólt. De Ellison feltette a szemüvegemet, hogy ez nem gól. Nézzem meg jobban. Hihetetlen. Megint szöglet. Folyamatosan nyomjuk a Liverpool, teltház van. Kicsi szöglet, de nem jó. Nem jó, ki kellett volna hívni embert ehhez a taktikához. Ez egy elbaltázott megoldás. Madison, Verratti. Tényleg ezek az új emberek a Liverpoolban egészen jónak tűnnek, jó igazolásnak. És ott az öngol, mondom, érett a Liverpoolnak az öngol. Annyit bénáztak, és valószínűleg a bajnokságban is ezzel vannak a hetedik helyen. Ész nélkül játszanak. Ez az új védelem nem áll össze egyenlőre, amit elindítottak a... Ez már hanyas év a játékban? 2023-24-es? Már 25-ben vagyunk, azt sem tudom már. Ez nagyon durva volt. A Wellington, nem is ismerem ezt a figurát így névről. De szépen összehozta azt az öngolt. Nézzük már meg. Picit nézzük már, hogy amúgy ezek kicsodák a Liverpoolnál, mert... Diaz, Luis Diaz 87-es, egyértelműen fejlődött, tök jó. Nunes 87-es, teljesen hibátlan. Salah 90-es. Tehát a támadó része szerintem nincs semmi baj, ez Premier League szint. Verratti hozták a PSG-t, 87, Madison 84, ő is jó egyébként. Jake Chain 67-es. Hirtelen ugrás, 80-ról visszaugrottunk, nem hogy 70-re, hanem 67-esre, ez valami saját nevelés lehet. Egészen érdekes, hogy miért pont őt kell játszatni, mindegy. Wellington Dano, még fotója sincs, de 81-es, lehet valami elrejtett kis titkos fiatal figura, de az öngólja az nem túl biztató. Van Dijk 89-es, Anderson Arroyo 74-es, Mazraoui 86, az oké. Okay. Ellison 90. A védelem, ez a Wellington Dano, Arroyo és a Chain, ezek nem tudom mit keresnek a Liverpoolba. Royce 82, González 84, Benjamin White 84, Zsota 88-as, ott van Florian Wirtz 87-et, Trent Alexander-Arnold 90-es pontszámmal padozik. Ezt érti valaki? Ez hogy? Egy 90-es játékos hogy padozhat? De vannak itt 88 meg 87-esek, akik úgy szintén padoznak. Kloppnak elment az esze, szerintem agylágyulása van, az meg már a saját dolga, mi a győzelemre koncentrálunk, és így, hogy 60 valahányos játékosok, meg ilyen Wellingtonok vannak a csapatban, így úgy nézem, hogy még ez sikerülhet is, akár ez a győzelem, pedig előre aláírtam volna egy döntetlent is. Meleg szituáció, nahogy mi is szerezünk egy öngolt. Oké, okay. Afif, nagyon jó, nagyon jó, jó kapta azt a labdát, Gavi passza előre, megtartjuk, te lesz, az se rossz, kis csel, Mazraoui jó amúgy, azt jó igazolásnak tartom, mondjuk azt nem, hogy Trent Alexander-Arnold helyén játszik,
Akkor inkább első védőt szereztem volna, de... Lunin! Meg persze én, mert én hoztam ki. 1-1. De ilyen béna módon 1-1. Én azt hittem eléri Luninot. Mert teljesen abban a hibben voltam, hogy ott az 1-1-ben futó csávóra Lunin azért jön ki, mert eleve kijött egy picit, de én hívtam rá, hogy még jobban kijöjjön, az én hibám volt ilyen szempontból. Afif kis beertetésekben nagyon jó, csak utána meg Van Dijk-kal szembe, azért ezt nem lehet. És Salah megy, és Nunes nem tudom, hogy ki fogja ott utolérni. Majdnem kidöntötte a hálótartó rudat. Ugye nem eltebb lövés volt, nem volt ez egy rossz találat, de mellé hullott, nem sokkal egyébként. Hűha, hát jó van, oké, kicsit szomorkás vagyok, hogy elment az előnyünk, főleg egy ilyen buta szituáció után, de szerintem itt azért ezzel a meccsen lesznek még gólok, általában ugye sok gólos mérkőzéseket játszunk, bár az előző az pont nem volt az, Luton ellen. De a kettő gólnál ott se álltunk meg. Így fel, hát mondjuk igen, ő nem csatár, ő inkább a szép passzok, a nagy indítások embere. Ez csúnyán mellé lőtte. Palacios. Gavi szedi maga elé a labdát, gyönyörű mozdulatok. Gavi akár kaphatta volna vissza, hogyha kicsit pontosabban játszok. Volt egy kis szabálytalanság valamelyik részről, és megint egy ilyen kétes szituáció. Salah! Denayer! És Salah visszakapja! Hogy kapta vissza Salah azt a labdát? Én azt hittem megoldottam a szituációt, amikor Denayerrel szerelek. Ez a Liverpooli csatársor, és még a padon ott van Diogo Jota 88-al. Hát igen. Na jó van. A csatárokat ezért még mindig össze tudja rakni a Klopp, ha már a védelmet, mert a középpályát nem. Ez a Salah, ez durva, hogy visszakapta a labdát, ez teljes mértékben meglepett. Reméljük azért Wellington szerezni fog még egy gólt, csak nem a mi kapunkra, nem a sajátjára. Bár ha azt nézitek, a Liverpool 3 gólt lőtt ezen a találkozón, és 2-1 az állás, úgyhogy jó lenne most már nekünk is elkezdeni termelni. Lajduni, egy jó távoli lövés, az a jótól messze volt, meg ez egy 90-es kapus. Ellison, maximum a saját játékosai tudnak egyenlőre legalábbis gólt lőni neki. Mi nem voltunk rá még képesek. Wellington ismét, egy borzalmasan rossz passz. Marquinhosnak próbált becsúszni, de szerencsére ez se jött össze. Wellington nem egy nagy eresztés. Hát ha felrúgja Lajdunit, nem ez történik. És Van Dijk végül ott volt. Ő figyelt, ha már más nem. Darwin Nunez. Azaz, jó, felborítjuk, de még szabályos keretek között. Remek a passz. Átadjuk, kipasszoljuk Lajduni. Ezt mondom, a csáva az durva. 79-esre fejlődött pont. A napokban erre iszik is egy korty brit teát. Nagyon jó. Ha igazán brit, akkor még tejet is tett bele. Csak hogy mindenki összehányja magát. Jól van. Figyeltek, 2-2. Első fél idő legvége felé. Reméljük ez már marad így, és akkor erre tudjuk tenni a dolgokat. A fél időben kicsit át tudjuk nézni a csapatot. Lehet, hogy felállást változtatunk, vagy komplett taktikát. Ez is benne van a dologba. Marquinhos egyedül, nagyon egyedül lesz. Max szöglet lehet így. Ez az érkezőn ott voltunk. Sajnos nagyon egyedül volt Marquinhos. Így, Ferrati. Nem lehetett az ott nem. Ellison. Darwin Nunez, rúgjuk fel, vagy valamit csináljunk! És szabályosan, félig meddig. Volt benne túlzott agresszió, de ez kellett. És ez pedig fél idő. Hibátlan. Hát ez a 2-2 nem rossz eredmény, attól függetlenül, hogy vezettünk, mert látható volt, hogy ez... Hát ez elég jól játszik, ez a Liverpool, attól függetlenül, hogy milyen taktikán vannak. Álljunk vissza az alapra, én azt mondom. Hűha, Afifot vissza az elejére, ilyenkor teljesen felborul mindig a felállás. Gavi nem rossz, én őt hagynám, Palacios most egy picit pihentetjük, Adamut behozzuk, mert ő csak csere volt. Most a többi része szerintem jónak tűnik a csapatnak, Lajdunit még biztos nem hoznám le.
Úgyhogy visszaállunk az alapra, hogy egyáltalán ne tudja Klopp kiismerni itt a taktikánkat. Mert az a vesztünk lenne. És vissza is rakjuk balanszra. Kíváncsiak, hogy így milyen képet mutat majd a csapat, illetve maga a meccs is. Liverpool ehhez hogyan tud alkalmazkodni. Lajduni, mekkora labdaszerzések, de nem bírom elpasszolni egyszerűen. Annyira közel volt hozzá mindig a Liverpoolnak a védője. És most Denayer és Telles is próbálja üldözni Nunes-t, aki utolérhetetlennek tűnik egyébként. Nagyon gyors. Gavi. Vissza Gavinak. Nagyon jó. Nagyon jól hozzuk ki ezt a labdát. Adamu ott fut, de két ember között nem merem neki adni. Inkább Vega. Vega elképesztően gyors még mindig viszi a labdát. Ez a bepassz talán működhet Alisson ellen, hogy ki kell passzolgatni, de így nem lehet, hogy utána meg fölé durantom, és még csak nem is szög lett. Nehezítsük meg a labda kihozatalt. Ferreti Diaznak adja, majd gyorsan elpasszolgatják. Vega ismét, nagyon jó cselekkel, könnyed cselek. És nem volt les, vagy de befújta a VAR. Egyből jelzett, leszóltak telón. Megcsörrentették a bírót, hogy ez les. Chain a 60. Valahanyas pontszámú Chain. Majd egy árról jó, most a 70-esek a 60-asokkal passzolgatnak, majd bevonják Mazraouit, illetve Madisont, és itt véget is ér a dolog, egészen jól adogatják. Szalajati, Verratti, valaki ott hempereg a földön, álljon fel, mert nem láttam tőle semmit. Hú, Verratti, azt a mindenit, mekkora lövés az olasztól. Jesszum, erre nem számítottam. Mindenki Klopphoz rohan ki, nagyon szeretik. Ez lehet olyan plusz 5%-os fizetés bónusz, kirohanni az edzőhöz. A Denayerrel, hogy nem tudtuk leszerelni, az már egy óriási hiba volt önmagában. De erre a lövésre akkor se számítottam. 3-2, nem olyan könnyű ez a meccs, mint ami az overall pontszámok alapján kalkulálni lehetett. És kinek passzolok? Még áldjon meg, hát... Nem arra nyomtam. Kedves Márkinyuszunk. Nem értette, hogy mit is szeretnék kihozni ebből. És megint rossz helyre adom, és ebből lesz kellemetlen a szituáció. Már a szállálő az már önmagában egy veszély. Jó. Megúsztuk. Inkább kirúgjuk. Jó magasan. Hova? Lunin és a kirúgások, ez borzalmas. Inkább kidobom vele. Jön Alexander Arnold, gondolom Mazraoui helyére, de nem. Chain helyére, egy középpályás helyére jön be egy szélső védő. Kloppnak mondom, hogy elment az esze, de lehet, hogy ez a váratlan, ami mindig meglepi a csapatokat. Engem most maximálisan, és nem tudok vele mit kezdeni. Darwin Nunez, azt a mindenit a kapufat, a jó ég, megmentett. Még meccsben vagyunk, de ez a kapufának köszönhető. Ismét örüljünk neki, hogy nem a levegőbe lóg a háló, és egy drón tartja. Bár akkor drónfa lenne, úgyhogy még akkor azt lőttük volna ki. Alexander Arnold a középpályán is képes szerelni. Mégis csak egy jó védőről van szó. Salah, Nunez, Luis Diaz. És üres területre adják. Nagyon szépen Wellington. Nehogy már Wellington lőjön még egyet. Ez csak nem kéne. Lajduni egy szabályos jöjjön, mert most Lajduni már olyan kis erőtlen. Elfáradt, vagy nem tudom mi van. Arroyo helyett bejön White, most már kezdenek lekerülni a csapatból a 60-as, 70-es játékosok. Most már ez fullos brigád. Mi itt van legjobb pontszámokkal, úgyhogy észnél kell lennünk, hogyha nem akarunk egy nagyon súlyos vereségbe belefutni. Az altatás, a liverpooli híres altatás az... Egyenlőre működni látszik, hiszen 3-2-re vezetnek. Madison! Ott van 4-2, esélytelnek vagyunk. Én most már kezdem bajban érezni magam. Jöjjön Alonso, Simon Alonso, nézzük meg, mit fut. Az autóból kirángatjuk, jöjjön a focipályára. Hát ha, mert ez a Liverpool, ez kezd minket bedarálni. Az első alaptaktikán lehet, hogy... Ha azon maradunk, akkor az jobb lett volna, mert egyenlőre ez a basic taktikánk, ez nem tűnik túl eredményesnek. Konkrétan a második fél időben semmilyen komoly helyzetünk nem volt. Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Mazraoui,
nagy ötlet, hogy a középpályán is ott van egy védő egyébként, ez jelentős problémát okoz a labda felhozatalokban. Figyelni kell, hogy kipasszolgassuk. Ez az indítás Alonso-nak nem a legjobb, viszont White akasztása. Ez egész jó ötlet megtűnt, de nem. Darwin Nunez, Trent Alexander-Arnold tök elől. Elcsúszunk, és most már lehet ott passzolgatni, lehet Pavelsatot nyomni, Lunin védett. Gallardo Afif helyett, ez egy eléggé furcsa csere, inkább nem. Ajajaj, vannak bajok. Salah és Madison. És elesünk Benayer. Az jó, nem. Azt hittem Afifa be lehet gyűjteni, de nem. Van White. Benayer nem tudja, Luninnak kell fölé tenyerelni azt a labdát, hihetetlen, nagyon mérges, érthető módon. Nem vagyunk a helyzet magaslatán enyhén, szóval lehet vissza is sakom a tekingre ezt a felállást, függetlenül, hogy ki milyen poszton van ilyenkor, mert ugye felkavarodik a csapat teljesen, de most már ez se érdekel, mert ez a taktika, ez egyértelműen nem jó. Ceballos, és visszafújja ez a bíró, remek. Ajha. Lefekszünk. Alexander Arnold nagy lövés. Ajj, Lunin. Jól van, csak most kinek adjuk. Megint ez a szokásos probléma áll fenn, és odaadjuk Nuneznek, de le sem van. Nagymák. Adamu tök hátul játszik. Majd próbáljuk őt felhozni valahogy. Adamu az ilyen nagy megfutásokban jó, és akkor hátulról akár meg is indulhatna. Vagy a taktika részeként nem ezt. Na mindegy, mindjárt beállítjuk, hogyha lesz egy kis időnk. Ez az a támadók fúra támadjanak, és a védekezők is csatlakoznak fel a támadáshoz. Ezt be tudom állítani. Egész jó lesz, nagy lövés! Jól van. Cserél Gallardo Afif, nem tudom miért erőlteti a játék, de legyen. Ha lesz szeretné, akkor legyen. Egybeadás gyenge. Gavi megpróbált lőni. Aj, de rossz volt. Ezt nagyon nem kellett volna elveszteni. Vissza nyomkodjuk a taktikai gombokat, de Szalajati tempója az, ami fixen jó. Aj, Lunin amúgy annyira kretén, hogy nem bír egy kapus kirúgást, már az előző meccsen is egy kettőt elrontott, ezen is az összes kirúgását elrontja, én nem tudom, hogy mi az Isten valam vele, 21-es lehet a kickpont száma, mi az ilyen kirúgásokért felelmez, borzalmas egyenlőre. Jó, most kivetődéssel legalább jó, ha már indítani nem tud. Hosszabbítás legvégén járunk, Gallardo még ott próbál kevergetni, Kerkez. Nem jó esse, nincs hely, nincs terület. Most talán egy pici van. Az jó. Vega leszerelik. Nagyon simán. Telesz fut hátra. Nem éri utol Salahot, becsúsz a se. Nem mintha csúszva gyorsabb lenne. Wirtz is bejött, most már látom. Darwin Nunez, Lunin. Félelmetesen rosszak vagyunk a második fél időben. Ez a Klopp ezek a meglepő húzásokkal teljesen blokkolta itt a támadásainkat. Luis Diaz, Benayer, le is fújják a mérkőzést. Talán jobb így, mert nem hiszem, hogy mi tudtunk volna még több gólt lőni. 4-2-re nyert a Liverpool, nagy csapatról van szó, mondom 90-es kapussal, azért ez teljesen normális volt, hogy ez így alakult. A sajnálom, hogy csak 10 lövést tudtunk összehozni, a Liverpool sokkal jobb volt. 15 lövés, több passz, illetve labdabirtoklásban is királyabb, de azért a 3 pont megvan ebbe a karrier részbe is, úgyhogy további küzdünk a nemzetközi kupás helyezésekért. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legközelebb találkozunk a következő részben, addig is jók legyetek, sziasztok!